Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, Mizó is, november 9-én. Bizonyára feltűnt nektek, hogy az utóbbi napokban nem voltak általános felvételek, jóslások. Rengeteg a megrendelésem, és minden nap egyre több megrendelés érkezik be, és kell, hogy ezeken a megrendeléseken is dolgozzam, hogy mindenki időbe megkapja a videóját, de kell ez az általános jóslás is, és az asztrológia. A napokban elgondolkoztam azon, hogy mit tudnék javítani, hogyan tudnék nektek segíteni. Én évek óta, mondhatnám évtizedek óta adom a tanácsokat, meg jósolok, és tudom azt, hogy a központi téma a szerelem, a párkapcsolat. És most úgy döntöttem, hogy változtatok valamit ezen a felvételen, Mizó is. Mégpedig a Mars bolygó és a Vénusz bolygó lesz a középpontban. Természetesen fogok a holtházakról beszélni, a kapcsolatokról, a bolygók között minden marad, de rátérek a Mars energiájára és a Vénusz energiájára, mert ez segít abban megérteni, hogy miért viselkedik a másik úgy, ahogy viselkedik, és hogy tudjatok hozzá közeledni. Mire figyeljetek oda? Mi a jelenlegi energiai mező a férfiaknál és nálunk hölgyeknél? Ez naponta segít nektek, hogy tudjátok, hogy mi van vele, és hogy ti hogy viselkedjetek, hogy előre menjenek a dolgok. Az indiai számítás szerint, és ez egy nagyon precíz számítás, Mars bolygó visszatekintő a halak jegyében. Ez a visszatekintés jelentheti azt, hogy a férfiak visszahúzódóak. Ez a visszatekintés jelentheti a múltat is, vagy kármikus témákat, itt jönnek az emlékek. Ezt, amit a férfiak most éreznek, azon kívül megvan náluk a belső erő, megvan náluk az álom, vagy egy terv, amit meg szeretnének valósítani, de számukra idő kell, és fontos nekik most a nyugalom. Amit ők keresnek, az a biztonság érzete. Mivel ők visszahúzódóak, mivel számukra kell most ez a nyugalom, az számunkra, hölgyekre azt jelenti, hagyjuk őket békén, és várjunk addig, amíg ők jelentkeznek. Vénusz bolygó, tehát a nőies energiamező most a szűz jegyében van, az indiai számítás szerint. Ami számunkra, hölgyekre kihat most, az a szűz jegye, és a szűz jegye az a föld elemét jelenti. Fontos a természet, a biztonság érzete. Itt a szűz jegyénél, a föld eleméből jön ez a gyógyító erő. Rendbe tesszük a dolgainkat, de most fontos, hogy a mi dolgainkat intézzük, és hagyjuk őt most. Várjunk addig, amíg ő jelentkezik, és kéri a segítséget, akkor tudunk neki segíteni. A Mars bolygó és a Vénusz bolygó között van egy kapcsolat, egy úgynevezett opozíción.
szemben állnak, itt tükröződik valami, de kell a belső egyensúly is, és mi középen találkozunk. Itt van egy aranyszabály, ne túl sokat, ne túl keveset. A hold a mai napon a Magha holdházban található. Ez a holdház Regulus csillag hatása alatt áll. Regulus csillag az a királyoknak, a császároknak a csillaga, az oroszlánnak a szíve. Itt kell most a szívünkre hallgatni, és feltenni a kérdést, mit kedvelünk, mit szeretünk. Ezt kellene megvalósítani, vagy ebben hinni. A mai napon van egy jó kapcsolat a nap és egy visszatekintő Neptun bolygó között. Neptun bolygó az jelenti az álmainkat, de ez minden olyan átláthatatlan. A nap ezt nem viseli el, mert a nap látni akar valamit. Itt rendeződnek a dolgok, kivilágosodik valami, vagy bizonyos titkok a napvilágra kerülnek. De itt nincs kihívás, mert ez egy harmonikus kapcsolat. A hold egy úgynevezett quincunx aspektusban áll Szaturnusz bolygóval. A hold kihat az érzelmeinkre, és ez a quincunx aspektus bizonytalanságokra utal, Szaturnusz bolygó pedig korlátozásokra. Nem tudjuk, hogyan tovább. Ez kihat természetesen most az amerikai választásra is. Sokan felteszik a kérdést, hogyan tovább? Mi az igazság? És ez volt a felvételem, mit szó is, november 9-én. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!